Szerbusztok, gyerekek! Major Mária Maja néni vagyok, a Katona József úti Az egyik legkedvesebb mesémet hoztam el nektek, Benedek Elektől az aranyszőrű bárányt. Hallgassátok sok szeretettel! Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy szegény ember, akinek annyi gyermeke volt, mint a rosta lika. Még egyel több is. Hol volt, mit egyenek, hol nem. És a szegény embert vetette fel ám a nagy bús, a gond, hogy mit tudjon most csinálni ezzel a rengeteg sok gyerekkel. Eleget mondta nekik, menjenek már szolgálatba, de egyik restebb volt a másnál, mint az apjára tártotta csak a száját. Na, mégsem úgy volt egészen. A legkisebbik ügyibe való kis legényke volt. Nem nézhette, hogy a testvérei egész nap csak ácsorognak, ő bizony azt mondja az édesapjának Édesapám, elmegyek én, világás, addig meg sem állok, még valami jó helyet nem találok. A szegény ember bezzeg nem bánta Hagyd menjen, legalább egyel kevesebb kenyér pusztító lesz a háznál. El is ment a legkisebb legényke. Ment, mendegét, hegyeken, völgyeken által, és estére kelve egy szép kis faluba ért. Ott meg tudta, hogy van a faluban egy erős gazdag ember, akinek annyi juha van, mint égen a csillag, és most éppen pásztort keres a nyáj mellé. Ment egyenes a nagy juhos gazdához, és elé mondta, hogy mi jóba jár. Na, éppen jókor jöttél, fiam, mondja a gazda, mert elcsaptam a juhászomat. Hát hallod de én felfogadlak ám téged, s ha egy esztendeig hűségesen őrzöd a juhaimat, Bizony, meg nem bánod? Na, meg is alkuttak, hogy ha ilyenkor a nyájból ez sem bádzik, ad neki egy aranyszőrű bárányt. Abból majd megélhet úri mód, még a világ, és még két nap. Na, itt a kezem nem disznóláb, mondta a legény, és kezet csapnak magyarosan. Na, a jóás gazda adott neki egy szépen szóló furuját, jól feltarisznyálták, és a legény kihajta a nyájat a rétre. Közmé legyen mondva, a juhos gazdának három nap volt az esztendő, de még eddig nem akadt legény, aki az esztendőt kiszolgálta volna. Mert képzeljétek, gyerekek, éjjel-nappal talpon kellett lenni, s ha csak behúnyta a szemét, annyi juhibádzott a nyájból, hogy egy szegény embernek elég lett volna egész életére. Na, ez a legényke nem aludt el. Mikor egy kicsit elálmosodott, elévette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s hát uram, teremtőm, amennyi jó, mint táncra kerekedett. Az aranyszőrű bárány el nem maradtám tőle, mindig előtte táncolt, de olyan szépen, olyan módosan, hogy csupa csuda. Mikor letehet az esztendő, szépen hazahajtotta a nyájat. A kapu előtt elévette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, és a juhok táncolva mentek be az udvarba. Na, ott állott a gazda az udvar közepén, számolta a juhait de csak úgy csillogott a szeme, mikor látta, hogy egy sem hibázik a nyájból. Na no, te legény, mondá, megöregedtem, kenyeremnek javát is megettem, de még ilyen szolgám nem volt. Neked ígértem, néked is adom az aranyszőrű bárányt, legyen rajta szerencséd. Hely, örült a legény örömében, nem talált a helyét, elbúcsúzott a gazdától illendőképpen, s ment az aranyszőrű bárányjal most már hazafelé. Mentek, mendegéltek, szépen lassan eregéltek, és estére kelve egy faluba értek. Ott a legény szállás kért egy jó gazda engem embernél, aki azt mondta, Istené a szállás, kerüljön beljebb, öcsém uram! Bement a házba, de magával vitte az aranyszőrű bárányt is. Hú, de nézték, csak úgy nézték, csodálták a bárányt. Különösen a házi leány nézte, csodálta sokáig, és egész éjjel be nem tudta hunyni a szemét, mint az aranyszőrű bárányról gondolkozott. Addig-addig gondolkozott, hogy fölkelt az ágyból, szépen a bárányhoz oroszkodott. Gondolta, hogy még a legény alszik, kiviszi a bárányt, s valahol eldugja. Na no, hiszen, ezt jól elgondolja, mert ahogy a kezét rátette a bárány szőrére, ráragadt tetszeli oda bizony, mint a két keze. Ekköziben hajnalodott, és a legény fölébredt. Látja, hogy a lány a bárány hátához van ragadva. Gondolkozott, hogy ó, most már mit csináljon? Ő bizony tovább megy a báránnyal, és jön vele a lány is. Hát úgy is lett, és ahogy kiértek az utcára, elővette szépen szóló furujáját, és fújta, fújogatta. Ó, hely, lássatok, csodát gyerekek! Táncolt a bárány, bárány hátán a lány, hogy csak úgy porzott bele az utca. Na, meglátja azt egy asszony, aki éppen akkor vetette be a kenyeret a sütőkemencébe, Kiszaladt a sütőlapáttal, ült jó lehány, szígya égtelenül. Nesze, nesze, te világbolondja, nem szégyelled magad, lány létedre. Nesze, nesze, hmm, hiszen nem sokáig szitta verte, mert egyszerre csak a lapát a lány hátához ragadt. A lapát nyeléhez az asszony, és a legény csak úgy fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját. Táncolt nagybegyesen elől a bárány, bárány hátán a lány, lány hátán a lapát, és lapát nyelén az asszony. Úgy mentek végig az utcán. Na, ahogy a templom elé értek, éppen jön kifelé a templomból a paps. Utána sok nép csak úgy jöttek. Kacagtak a népek, de a pap erősen megbotránkozik, hogy az ünnepnapot így meggyalázzák. Oda szalacs, üti az asszonyt a pálcájával, de csak egyszer ütött rá. A pálca az asszony hátához ragadt. A pálca végéhez a pap, és az is táncolt a többi után. A vénasszonyok összeverték a tenyerüket, és elkezdtek kiabálni, jajgatni. Jaj, jaj, még elviszik az aranyszájú papunkat, ne hagyjuk! emberek, asszonyok! Nosza, utána az egész falu népe megfogják a papot, hogy visszahúzzák. De hogy rátették a kezüket, sorban mind odaragadtak. A legény pedig fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját, s táncolt a bárány, bárány hátán a leány, leány hátán a sütőlapát, lapát végén a sütőasszony, sütőasszony hátán a pálca, pálca végén a pap, pap után az egész falu népe így értek egyszer csak egy nagy városba. Ez éppen a királyvárosa volt. Ott a legény betért egy korcsmába, tadisznyába tette a furujáját, hadd pihenjen egy kicsit az a bárány, s bárányjal az egész falu. Kérdi a korcsmárost, miféle város legyen ez? Azt mondja erre a korcsmáros, ez fiam a királyvárosa? Na, Szóból szó kerekedik, és a Kocsmáros elmondja, hogy a király erősen szomorú, mert van neki egy gyönyörűséges, világszépséges lánya, aki még soha nem nevetett. Kihirdette ezért az országába, hogy annak adja a lányát, aki meg tudja nevetni. De még eddig hiába próbálkoztak, a király kisasszony olyan szomorú, de olyan szomorú, mint a háromnapos esős idő. Na, gondolja magába a legény, szerencsét próbálok, hát ha én meg tudom nevettetni. Ment egyenesen a király udvarába, mellette a bárány, bárány után az egész falu. De az utcán nem táncoltatta őket bejelenti magát a királynál, és elé mondja, hogy ő megpróbálná, hát ha meg tudná nevettetni azt a király asszonyt. Jól van, fiam, mondta a király, próbáld meg, de ha meg nem nevetteted, karóba húzatom a fejedet. Egy életem, egy halálom, király uram, akárhogy lesz, én bizony megpróbálom, mondál a legény. Csak a király kisasszony álljon ki a tornácra, azzal lement az udvarra, a király pedig kiállott a lányával a tornácra, és úgy várták: Hadlám, lám, mit tud ez a szegény legény? Na hiszen mindjárt megmutatta, hogy mit tud. Csak elévevé szépen szóló furujáját. Fújta, fújogatta, és odszul neki bolond eszed, ami volt is, minden veszett. Táncolt a bárány, bárány hátán a lány leány hátán a sütőlapát, lapát nyelén a sütőasszony, sütőasszony hátán a pálca, pálca végén a pap, a pap után meg az egész falu. Na, ilyen csodát, ilyen táncot még nem látott a világ. Kacagott a király, de hát még a leánya, a könnye is kicsordult, s csengett a palota a nagy kacagástól. A bárány erre még nagyobbakat ugrat, egyszer csak levált a hátáról a lány, lány hátáról a lapát, lapát nyerőről a sütőasszony, asszony hátáról a pálca, pálcáról a pap, papról az egész falu. És úgy táncoltak egyesbe. Most meg a király kezdett könyörögni. Ne táncoljanak már többet, mert ő is meghal, a lánya is meghal a sok kacagásba. Na, ha úgy, hát a legény eltette a furujáját, és egyszerűbe vége volt a táncnak. Hallod-e, te juhász legény, mondta a király. A leányomat megnevettetted, hát neked is adom, s vele a fele királyságomat. Na, a papot ott tartották, s mindjárt össze is adták a fiatalokat. Ott maradt a falu is, az udvarba, és az úr lett még a cigányból is, a Juhász legényből lett király egyszerűen hat lovas hintót fogadott, azzal küldött az apjáért, a testvéreiért. Ezekből is mind-mind nagy lettek, bizony gyerekek, és még lehet, hogy ma is élnek. Azóta meg nem haltak. Így volt, vége volt, mese volt. Holnapra legyenek a ti vendégeitek. Aki nem hiszi, járjon utána. Szerbusztok!